A konyha kertészetben egész évben van tennivaló, ezért a végelszámolást csak a téli hónapokban végezheti el a termelő. Azonban az új tervek október 1-e után születnek. Elég jól be fogom zárni az évet, de ott kezdődik a gond, hogy nagyon nagyok a befektetések, és kora tavasszal akkor általában úgy szoktuk, hogy, vagy legalábbis én úgy szoktam, hogy banki kölcsön nélkül nem tudom indítani az évet, mert évi szinten legalább a 8,5 hold kertbe, évi szinten legalább van 3 millió dinár a befektetés. A szántóföldi növénytermesztésben javában tart a betakarítás. Nem születtek rekordtermések sem kukoricából, sem szójából. Ezért az elszámadás és az új beruházások mértéke átértékelődik. Kalászosok ugye elmaradtak a várt hozamtól, úgy felvásárlási árban, mint hozamban. A napraforgó az egy átlagosnak mondható, a felvásárlási ár kedvezett ebbe az évbe. Megérezték azt a felvásárlók, illetve az olajgyárak, hogy szükség van a napraforgóra, hiszen az utóbbi pár évben hanyatlott ennek a termesztése. Az olajrepce szintén egy elfogadható hozamot tudott produkálni, és a felvásárlási ár is jó volt, illetve most ősszel a kukorica, aminek köszönhetjük talán a pozitív évet. A szövetkezetek is most zárják az elmúlt évet, és tervezik a következő év beruházását. Felemás volt az idei évünk, voltak nagyon jó növényeink, illetve voltak, akik elmaradtak a sok éves átlagtól. Akiket ki lehetne, amely növényeket ki lehetne emelni, az a repce és a kukorica. Ők megfelelő hozammal és megfelelő felvásárlási árral zárták ezt az évet, akik gyengébben szerepeltek, az pedig a buza és az árpa. A termés eredmények függvényében alakul a vetésszerkezet. Minden bizonnyal a kalászosok háttérbe szorulnak, és az őszi káposztarepce, valamint a kukorica lesz a slágernövény.